vigyázzatok, gyerekek, nézzetek a lábatok elé! Nehogy sárba lépjetek, mert zamatos lesz a cipőtök, és nem takarítom ki helyettetek megint. Ne aggódj, anya, nem lépünk sárba. Találtál már szép levelet? Igen, gyűjtögetem. Nem lesz zamatos a cipőnk. Milyen szép levél! De szép levél! Oda néz! Hups, ezt megúsztam. Hát épp hogy. Semmi kedvem nem lett volna cipőt takarítani. Majd ha jön a Mikulás, igaz? Ennyire megéheztél? Igen, már alig várom, hogy beleharaphassak abba a fincsi almába, amit hoztunk. Az biztos, hogy ez az alma nagyon finom és zamatos, de előtte... Kösz! Most már ehetek? Persze. Oké. Köszönöm. Szívesen. De szép zamatos ez a levél! A suliban azt mondták, hogy ilyen szép zamatos leveleket kell, hogy gyűjtsünk. Tényleg nagyon szép. Gyere, segítsünk anyának! Oké. Ennyi elég is lesz. Szerinted kitalálták már, hogy a három lehetőség közül mikor használtuk helyesen a zamatos szót? A sáros cipő az, amire azt mondjuk, hogy zamatos? Vagy netán a szép érett gyümölcsökre mondjuk ezt? Esetleg a színesedő falevelek, amiket gyűjtöttünk, azok lennének zamatosak? A három lehetőség közül pedig a helyes megoldás a... Na, Dóri, ne csináld már, Léci, mondd, hogy a három lehetőség közül melyik a jó? A helyes megoldás a második volt, amikor a zamatos ízű finom almákat tettük. Hiszen azokra a gyümölcsökre mondjuk azt, hogy zamatosak, amelyeknek nagyon finom az ízük és az illatuk. Úgy bizony! Úgyhogy egyetek jó sok őszi gyümölcsöt, és persze zöldséget! És ne felejtjétek a mondást, napi egy alma az orvos távol tartja. Megkeressük anyát? Aha!